Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban terítékre kerül a hit és biztonságérzet témaköre. Szó lesz egy segélygyűjtő akcióról, és felhívjuk a figyelmüket a lakástüzek megelőzésének fontosságára. Tartsanak velünk! Kell, hogy legyenek kapaszkodók az életünkben. A következő percekben a hitről és biztonságérzetről lesz szó. Csiki Anna kineziológus már megérkezett a stúdióba, akivel Kis Dávid Renáta kolléganőm beszélget, átadom nekik a helyemet. Egy dologban egészen biztos vagyok, méghozzá abban, hogy az egyik legfontosabb az életünkben az a hit, méghozzá azért, mert bár a hit és a hitünk az láthatatlan, de legtöbbször ez visz minket előre a nagyvilágban, azt gondolom talán, hogy ez mindannyiunkra igaz. Szervusz Anna, köszönöm, hogy itt vagy, és hát mint kineziológus, ismét szeretném, hogy vendégenként egy kicsit beszélgessünk, és most a hit kerül a középpontba. Ez egy nagyon jó téma, köszönöm a meghívást. Azt hiszem, hogy a hit az egy nagyon... hát egy szerteágazó fogalom, vagy akár mondhatjuk azt is, hogy jellemzőnk a hitünk, de miért fontos, hogy legyen egy vagy akár több kapaszkodónk is az életünkben? Hát pontosan azért, amin túl vagyunk, megremegett a föld alattunk, egy olyan nagy dolog jött az életünkben, amire nem voltunk felkészülve, és ami félelemmel töltött el egyen-egyenként szerintem mindenkit. Nagyon kevés ember tudja azt mondani, hogy őt ez valamilyen módon nem rendítette meg. És ezek azok a helyzetek, amikor hát az ember bízik magában, hisz magában, ugye ez a hitnek az egyik formája, a saját magunkba vetett hit és bizalom. Na hát igen, talán itt kezdődik. És itt kezdődik, hogy az önbizalom én szerintem pontosan ez, hogy hiszek magamban, tudom azt, kétségem nincs afelől, hogy ami következik az életemben, én abba bele tudok állni, én annak neki tudok állni. Ez miből következik ez a hitünk? Úgyhogy megpróbáltatásokon vagyunk mondjuk túl. Megpróbált bennünket az élet. Bizonyos szituációkból kikapaszkodtunk, kijöttünk, megerősödtünk. Hihetek abban, hogy ha jön egy hasonló, vagy bármi az életembe, akkor abba bele fogok tudni állni. Ez az önbizalom, ez a hit mindenféleképpen kell. De vannak olyan helyzetek, amikor már ez sem biztos, hogy elég. Ugye ezek azok a globális dolgok. És itt jön az, hogy milyen kapaszkodóra van szükségünk. Most már tágabb fogalom ez a hit, hiszen mindenkinek szoktam mondani, hogy hitrendszere szerint van egyfajta hite abban, hogy egy magasabb rendű erő, jóisten, nevezhetjük bárhogyan. Ki, amiben hisz tényleg, változatos, hogy ki mi az, így van, tehát, hogy valaminek nevezzük, de hogy egy kicsit túlmutat saját magunkon ez a fajta erő, vagy ez a fajta kapaszkodó, és akinek ilyen van, én azt tapasztalom, hogy sokkal könnyebben túl teszi magát mondjuk egy nehéz helyzeten, sokkal pozitívabban jön ki belőle, és sokkal erősebben tud nekiállni aztán a jövőbeli dolgainak. Tehát ad egy biztonságérzetet a hitünk tulajdonképpen. Mindenképpen ad egy biztonságérzetet is. Szóval fontos, szerintem az ember egyébként test-lélek-szellem hármasságából kifolyóan nem csak a fizikai dolgokban kell a biztonságot keresnünk és a hitünket, hanem amiről beszélünk is, hogy egy kicsit kihelyezni ezt egy másik dimenzióra, ha lehet így mondani. Hogyan tartsuk meg a hitünket? Azért nagyon sokszor megrendülünk az életünk során, de hogy nagyon fontos, hogy mégis próbáljuk meg a két kezünkben tartani. Hogyan? Tehát, hogy honnan vegyünk erőt, és mondjuk újult erővel vágjunk bele újabb dolgokba, vagy már egy olyan dologba, ami előzőleg nem sikerült, hogy ezt nagyon-nagyon meg kellene tanulnunk, hogy tartsuk meg, mert én azt tapasztalom, hogy a mai ember nagyon hamar elfelejti a hitét, és úgy félre rakja, negatív hullám járja át az eszét, az agyát, a lelkét, pedig olyan fontos lenne, hogy ezt megtartsuk valahogy. Egy kicsit a hit másképp, kicsit ellentétesen működik, mert pontosan azokban a helyzetekben jelenik meg igazán, amikor bajban vagyunk. De az ember jól van, teszi a dolgát, éli a mindennapi kis életét, nem is biztos, hogy szüksége van arra. De amikor jönnek a megpróbáltatások, akkor nehézségek vannak, pont akkor keressük a kapaszkodókat. Az a jó, ha valaki hozta, családból, generációból, látta, van egy jó mintája, hogy szülők, nagyszülők éppen hogy oldották meg ezeket a nehéz helyzeteket, de ha nincs, akkor is az ember gyorsan feltalálja magát, és egy nehéz helyzetben tudja, hogy
akkor egy istenképhez fordul, vagy bármihez, amikor bajban van. Tehát ez pontosan ellentétesen működik, és pont akkor akarjuk megtartani, amikor a legnagyobb bajban vagyunk. Ugye akkor ismerszik meg számunkra a természet feletti, amikor mi magunk már kevesek vagyunk hozzá. Úgyhogy a megtartás az, nyilván nem kívánjuk azt, hogy nehéz helyzetek folyamatosan kitartsanak az életünkbe, hogy meg tudjuk tartani a hitünket, de ha már egyszer van, és én azt gondolom, hogy ha az ember jól magába néz, akkor kell, hogy legyen, akkor ezek a helyzetek meg tudják erősíteni ezt a fajta hitet. Tehát a hit az tulajdonképpen nem egy tanulandó dolog, hanem ezt inkább majd mi magunk fedezzük fel már, amikor az ember, a gyermek a tudatára ébred, azt inkább magunknak kell magunkban elsősorban felfedezni. Aztán meg ugye a környezetünkben, a másik emberben, amikor ugye letesszük a lelkünket a másik ember lelkére, be legyen szó édesanyáról, apukáról, párkapcsolatban a férfinő részről. Igen. Tehát ezt igazából mi egész életünk során tanuljuk, hogyha jól veszem ki a szavaidból a hitünket tulajdonképpen. Mert ez ad egy biztonságot. Megtapasztaljuk. Mm-hmm. Megtapasztaljuk, hogy kinek mi ez a hit. Igen, inkább tapasztaljuk, igen, bocsánat. Tapasztalás, mm-hmm. Igen. Mm-hmm. Igen, ez nagyon érdekes, és miből merítsünk szerinted így bátran tényleg erőt, hogyha már család és a környezet itt az előbb felmerült, hogy belőlük, vagy mi az, amiből tudunk táplálkozni, hogy egy tényleg egy biztonságérzetünk legyen. Mert azt hiszem, hogy a legalapabb biztonságérzetünk kicsikorunk óta, vagy magzatkorunk óta az a család, az anya. Nyilván, amit én mindig szoktam mondani, hogy a generáció adhat egy igen. ilyenfajta kapaszkodót, az ő túlélési stratégiájuk, hogy ők hogy csinálták, az én nagymamám is nagyon sokszor mondta, hogy voltak helyzetek, hát a Jóisten megsegített. Ilyen nagyon egyszerűen, nem volt ez túl cizellálva az ő életébe, de én kislánykoromban már ezt hallottam, hogy a nagymama ezt mondja, bár nem neveltek bennünket aztán a szüleink vallásosan, mégis ezt hallottam, hogy valamiféle kapaszkodója a nehéz helyzetekben volt a nagymamámnak. Nagyon fontos tényleg ez a biztonságérzet visszakanyarodva ahhoz, hogy amilyen helyzetben most vagyunk itt a járványt tekintve. És ugye meséltél itt az előző adásban is már arról, hogy az önbizalom mennyire fontos, illetve volt már egy sorunk ebben az adásban is, hogy az önbizalom mennyire fontos, talán ezzel kezdtük. Hogyan tudunk mondjuk másik emberen segíteni, hogyha mi magunk már rendben vagyunk, de látjuk, hogy a társunk, az édesanyánk, a testvérünk adott esetben, keresztlányunk, keresztgyerekünk, bármelyik rokonunk, ismerősünk egy kicsit lejjebb van most, mint ahogy őt mondjuk megszokhattuk úgy önmagában. Mi egy másik embertársunkon hogyan tudunk segíteni? Hogy ő is érezze, hogy itt vagyunk, veled vagyunk, biztonságban vagyunk, itt vannak a kollégák. Hogy segítsünk a másikon? Szerintem úgy vagyunk mi összerakva, hogy mindig szerezzük a tapasztalatokat, mindig gyűjtögetjük a megtapasztalásokat. Azért szoktuk mondani a gyerekeknek is, hagyni kell, hogy egy kicsit néha megüsse a bokáját, mert hogy abból fog tanulni. Mert hogy így működünk, hogy megszerezzük ezeket a megtapasztalásokat. Igen, igen. Legtöbbször abból tudunk tanulni, amit mi saját magunk megtapasztalunk, de másnak a példája is. Ugye a példamutatás régen ez egy nagyon fontos dolog volt a régieknek az életébe, hogy egyszer olvastam egy nagyon jó cikket egy idős paraszt bácsitól, nem nevelték a gyereket, hanem példát mutattak. Tehát azt gondolom, hogy pontosan egy ilyen helyzetben is, amikor hitre van szükségünk, ez egy nagyon nagy példa. Látja akár a családtagod, akár a barátod, a környezeted, hogy te egész másképp, egész mosolygósan, egész pozitívan jöttél ki egy nehéz helyzetből, kíváncsi lesz arra, hogy te hogy csináltad. Ezért fontos az, hogy példát mutassunk ezekbe a dolgokba. Annak van a legnagyobb ereje. Lehet mondani is, lehet tanítani, lehet beszélni a megtapasztalásainkról, de az nem mindig ér úgy célt, mint amikor te mutatod, és nyilván a te életed fogja azt bizonyítani, hogy amiben te hiszel, amiben te kapaszkodsz, ahogy te megoldottad a dolgokat, az eredményt hozott, hiszen meg fog látszani az életeden, és ennek nagyon nagy ereje van. Egy picit a biztonságra visszakanyarodva. Ezen nagyon sokat gondolkodtam mostanában, hogy mi az, amit biztonságnak hittünk eddig az életünkben. Ha azt gondoljuk, hogy a biztonság az, hogy nincs változás, ugye minden megy úgy, ahogy szokott, a maga kis kerékvágásában, hogy az a biztonság, az, hogy nem lépünk, nem kockáztatunk, nincs bátorságunk változtatni az életünkön, ezt gondoljuk ma biztonságnak. De ez egy hamis biztonság. A biztonság nem ezt jelenti, hanem amikor merünk fejlődni, de tudjuk azt, hogy van az a hit, ugye, amiről beszélünk, hogy merek fejlődni, merek lépni, merek változtatni, de hiszem azt, hogy az én utamon engem megsegítenek. És
És ezért gondolom azt, hogy az a biztonság, amire azt gondoljuk, hogy bezárkozunk, körbebástyázzuk magunkat, az egy álbiztonság, az nem a valóság. Párkapcsolatban is ez nagyon nagy akadály lehet egyébként, hogy ilyen falakat állít az ember maga elé, és olyan nehéz ezt a másiknak utána ledönteni. Igen. Pedig lehet, hogy nem is annak a másik félnek kéne ezt ledöntögetnie, mert ugye sokszor elvárjuk a másiktól, hogy hogyha ledönti ezeket a falakat, akkor zöld utat kap az az illető. Pedig nem, tényleg ugye magunknak kellene dolgozni ezen a biztonságon, hogy ledöntsük a falakat. És itt jön megint az önbizalom, hogy tudom azt, hogy belemerek állni mondjuk egy új szituációba. Igen. De az nem feltétlen rengeti meg a biztonságomat, nem ezen múlik a biztonság. Olyan sokat beszéltünk már arról kamerákon kívül is és a kamerák előtt, hogy mit hozunk otthonról, szülőktől, nevelőszülő, teljesen mindegy, a családból, onnan, ahol felnövünk, ahol szocializálódunk. Milyen érdekes, hogy aki mondjuk ott nem kap kellő biztonságot, hogy ezért ő neki ezt magának kell kitaposnia ezt az utat. Tehát teszem föl, hogyha valaki ezt nem hozta otthonról, akkor hogyan építse ki mondjuk egy gyermek, akit adott esetben a szülők nevelő otthonba vittek, és nem családban nő fel. Hogyan induljon el egy fiatal, egy tini az úton? Hogyan tapossa ki azt a bizonyos biztonságot szerinted? Tényleg szakmailag, hogy milyen tanácsot adnál neki? Ugye a családunkból hozott minták, meg hitrendszer, ez általában úgy szoktuk definiálni, mintha ez nem lenne jó. De ez nem igaz. Nagyon sokszor hozunk segítő, támogató hitrendszereket és mintákat. Nyilván az a jó, hogyha rugalmasan hozzá tudjuk igazítani az életünkhez. Mm. Fel tudjuk ismerni, hogyha valami már gátol, vagy éppen nem visz előre. Tehát ezt megérezzük. Ezt már érezzük, szóval. Igen. Tehát nagyon sokszor nem, tehát ezt így hozzuk magunkkal és visszük tovább, de az a jó, hogy ezeket fel tudjuk ismerni, hogy ez szolgál engem, visz előre ez a fajta hitrendszer, vagy ez támogat és tényleg a védelmemre szolgált. Azok, akik nevelőszülőknél, nem a saját szüleiknél nevelkednek, de nyilván nagyon sok jó nevelőszülővel találkoztam mostanában, ennek nagyon örülök, mert nagyon jó, pozitív példákat tudnak arra adni, hogy szépen tudnak nevelkedni náluk a gyerekek, és meg tudják kapni ezt a biztonságot, de nyilván egy alap biztonságérzet már megremeg ezeknél a gyerekeknél. De nagyon nagy túlélők. Tehát ott megint az, amit mondtam, hogy a lélek az egy nagy túlélő, és keresi a megoldásokat. Ők sokkal intenzívebben, sokkal figyelmesebben nézik azokat a megoldásokat, amire éppen szükségük van ahhoz, hogy újraépítsék saját magukat. Lehet, hogy még szenzitívebbek is arra, hogy biztonság, mert hát akkor ők tényleg gyerekkoruk óta keresik. Igen. Nem úgy, mint mondjuk egy általános, klasszikus családi értelembe vett családnál, ahol mondjuk alapjában véve megkapja a gyerek a biztonságot. Ez nagyon érdekes, én például ezt nem is gondoltam volna, de abból, amit elmondtál, abszolút az jön le, hogy ők már gyerekkoruk óta szívják magukba azt, hogy na, hogyan keressem a biztonságot. Másképp figyelnek a világra, szerzik a tapasztalataikat. Mm-hmm. Az a jó, hogyha nem megy át egy görcsösségbe, nem a félelem táplálja ezt, de ugye nagy az a felhajtó erő, amit ők kapnak akkor, amikor be kell bizonyítani, hogy de nekem jogom van itt lenni ezen a világon, és hogy én is vagyok olyan, mint akárki más, aki mondjuk a saját szüleivel nevelkedett. Tehát bennük van még egy ilyen kis plusz motiváló erő, hogy akarnak bizonyítani. Ha ez a bizonyítás, ez pontosan elég erőt ad ahhoz, hogy tovább menjenek, az jó. Ha görcsös, akkor azzal valamit kezdeni kell. Felírtam egy érdekes dolgot, és pont ehhez kapcsolódik, hogy mikor van a lelkünk biztonságban. Van erre olyan mondat, amivel meg tudjuk fogalmazni, mert bár ugye szerte ágazó, hogy mi is a biztonság maga, meg a hitünk, de hogy mikor van a mi lelkünk biztonságban, főleg ugye hát a mai értelembe vett a járványhelyzet, az aggodalmak időszakát élve, mikor vagyunk mi biztonságban? Ha mindenáron biztonságban akarunk lenni, én szerintem pontosan az a kis csapdánk. Mert annyira keressük azt, hogy amit mondtam is, hogy ez egy álbiztonság, amikor a kényelmet, a bezártságot keressük. Szerintem nem feltétlen ezt kell nézni. Akkor vagyunk biztonságban, hogyha a körülöttünk lévő dolgokat úgy tudjuk a magunkévá tenni, hogy ez bennünket szolgál, fejleszt, hogy tudunk előre menni, le tudjuk szűrni ugye a következtetéseket a történésekből. Tehát ez a biztonság, azt jól kell definiálnunk először is, hogy ez tényleg azt jelentse, amit jelentenie kell. Azt, hogy körülöttünk mondjuk békétlenség van,
világesemények vannak, történések vannak, azt nem tudjuk megakadályozni. De megint csak ez a belső harmónia, magunkban nézés, a lecsendesedés, én azt gondolom, hogy na ott jönnek a jó megoldások. És ezért érdemes elcsendesednünk, és itt keresnünk belül ezt a fajta biztonságot, amiről azt gondolom, hogy szerettél volna kérdezni. Hát én ezt a fajta lecsendesülést és biztonságérzetet kívánom minden nézőnknek, aki nézett minket, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, várunk vissza legközelebb is, köszönjük ezt a rengeteg sok jó és hasznos információt, Anna, neked. Köszönöm, hogy itt lehettem. Székesfehérvár gyűjtés szervezett a horvátországi földrengés károsultjai részére. Az önkormányzat 1 millió forinttal járult hozzá a segélycsomaghoz. Útjára indultak a horvátországi földrengés károsultjainak megsegítésére szánt adományok, amelyet a székesfehérvári horvát nemzetiségi önkormányzat indított el, Spány Antal megyés püspök, a katolikus Caritas püspökelnöke védnökségével, a székesfehérvári egyházmegyei Caritasszal és a Szent István hitoktatási és művelődési házzal együttműködve. Próbáltunk segíteni, és örömmel vettük, hogy ebben a segítségben a magyar katolikus Caritas is bekapcsolódhat. A horvát önkormányzat, a kisebbség önkormányzata, a város és sok jó szándékú ember összefogva gyűjtötte össze azt a sok mindent, ami itt most várja azt, hogy az autóba bepokoljuk és eljuttassuk őket a rászorulókhoz. A kármentesítő akció eredményeképpen egy teherautónyi adományt szállítottak el, amelynek keretében Székesfehérváron köszönte meg a segítséget a horvát nagykövet is. Nagy szeretettel és alázattal jöttem Székesfehérvárra, hiszen nagyon fontos számomra, hogy a magyar városok, a magyar állampolgárok megérezték annak a fontosságát, hogy segítsenek. Ez a szükség már megmutatkozott tavasszal is, amikor Zágrábot sújtott a földrengés, és köszönöm, hogy ez alkalommal is tanújelét adták a magyar emberek segítő szándékuknak. Jakubek Tiborné kettős minőségében a Szent István Művelődési Ház igazgatójaként és a horvát nemzetiségi önkormányzat elnökeként is elkötelezett a nehéz helyzetbe került horvátországiak megsegítésében. Bajban ébredt fel igazából szerintem az az emberi mi voltunk, ami talán az életben az egyik legszebb, az, hogy adni öröm, és legfőképp ott, ahol erre szükség van. Nagyon-nagyon hálás vagyok annak, hogy kezdettől fogva mellénk át Spány Antal megyés püspök atya, aki azt mondta, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és mindjárt a Székesfehérvári Egyházmegyei Caritasszal fogjunk össze, és ahogy a hír megjelent, már hívott is aznap a városunk polgármestere, dr. Cserpalkovics András, aki szintén a képviselőkkel együtt mindjárt 1 millió forintot szavaztak meg ahhoz, hogy segítik a földrengés károsultakat. Lerner Zsolt alpolgármester a város képviseletében a város segítő szándékát hangsúlyozta, amelynek keretében Székesfehérvár önkormányzata 1 millió forintot ajánlott fel a rászorulóknak. Ez a földrengés, ami volt Petrinya, Sziszek környékén, ez egy háborúval felér, tehát láttuk a tévében, médiában, hogy mekkora kár keletkezett. A város 1 millió forinttal segíti a földrengés károsultakat. A segélyszállítmány közvetlenül a földrengés sújtotta övezetekbe kerül, amelyet a horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke, Jakubek Tiborné is elkísér. A stúdióban itt van Koppán Viktor Dávid, a Fehérvári Tűzoltó Egyesület elnöke, akivel a lakástüzek megelőzéséről beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, itt lehetek. Ez egy nagyon fontos kérdés mindig, főleg itt a téli időszakban, de az év bármely időszakában az, hogy hogyan lehet a lakástüzeket megelőzni. Egy picit beszéljünk számokról itt a beszélgetésünk elején. A Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020-as statisztikáját azt most derítettük ki, 207 esetről számoltak be, és azt mondták, hogy a halálos esetek számában, az elhalálozás számában azért van egy pici javuló tendencia. Összesen a 2020-as évben 3 ilyen tűzesethez kapcsolódó halálesetről számoltak be. A Fehérvári Tűzoltó Egyesületnek az előző évi munkáját mi jellemezte? Természetesen az előző évben is mi készálltunk, és ahol volt lehetőségünk, hogy segítséget nyújtottunk. Ezt a statisztikát azért érdemes úgy nézni, hogy a fehérvári hivatásos tűzoltók a megye 41 településén nyújtanak szolgálatot. Ez azt jelenti, hogy nem csak Fehérvárra korlátozódik a tevékenység, emiatt ez a szám ez megyében eloszlik, és hát az a fehérváreknek szerencsés helyzet állt elő, hogy azért idén Fehérváron, illetve az előző évben jóval kevesebb volt az a úgymond súlyosabb káreset, ez inkább a megyének a többi részére tevődött. De hát azért a Fehérvári Tűzoltó Egyesület is inkább akkor tud segítséget nyújtani, szerint van az ország egyik legnagyobb tűzoltósága, hogyha
ezek a hivatásos tűzoltók éppen a vidéken dolgoznak, akkor jövünk mi, és tulajdonképpen tudunk segíteni a városvédelembe, de ez is azt jelentette azért a tavalyi évben, hogy leginkább tűzoltó beavatkozások baleseteknél, közúti baleseteknél voltak jellemzőek. Tűzesetnél is nyilván voltunk, de ez egy elenyésző szám volt az egész évhez képest. Akkor mondjuk ez egy jó hír. Ebből a szempontból igen. Mik voltak a legfontosabb, illetve bajt előidéző problémák? Hát én azt gondolom, hogy a tűzmegelőzés szempontjából ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy nem ott kezdjük a tűzet, hogy oltjuk a tüzet, hanem azt valahogy meg kéne előzni, és hát legfontosabb, hogy az embereknek felhívjuk a figyelmét azokra a veszélyforrásokra, különböző veszélyforrásokra vannak kategorizálva azok az előidéző okok, amik mondjuk egy lakástüzet kiválthatnak. És itt hát ugye beszéltünk az elektromos berendezésekről, beszélhetünk a fűtőberendezésekről, és beszélhetünk mondjuk a konyhai tevékenységről is. Én mindig azt szoktam mondani az ilyen felkészítő anyagoknál, hogy belesorolnám az emberi tevékenységet, hiszen a lakásban élő ember is nagyon hamar ezt elő tudja érezni, és mindenképpen oda kellene sorolni a veszélyforrások közé az embert is. Legfontosabb az, hogy ugye mindenki találkozott már az, hogyha telefonját, laptopját használta töltővel, akkor ez egy idő után elkezdett melegedni. A fizika törvényében ez nem újdonság, hiszen hogyha elektromás áram úgy tudja legyőzni a vezetékben az ellenállás, hogy hőhatással történik, és hogyha nem megfelelő ez a vezeték, más a keresztmetszete, elavult már ez a vezeték, elkorrodázott szűkebb a keresztmetszet, akkor nagyobb hőfejlődés jár az elektromos berendezések használatakor. Illetve ugye most már azért a lakásokban jellemző a klímaberendezés, az elektromos sütők, ugye mosogatógépek, nagyon sok lett azoknak az elektromos berendezésnek a száma, ami később, amikor ezek a lakások épültek, az az elektromos rendszer nem ezeknek a gépeknek a számára lett tervezve. Úgyhogy érdemes megnézni a lakásnak az elektromos házatot, és már nagyon sok esetben elektromos baj ebből adódik. Ugye a fűtőberendezésekre, hogyha valaki olyan kazánt használ, ami nyílt égésterű kazán, ugye azért be kellene tartani azokat a szabályokat, hogy ezeknek és egyéb hősugárzó dolgoknak ugye azért a környezetében ne tegyünk olyan éghető anyagot, ami a sugárzott hő miatt meg tud gyulladni. Aztán ugye mindig vannak ezek az ünnepi időszakok, amikor gyertyát gyújtunk, koszorút gyújtunk, ugye nagyon kellene figyelni arra, hogy ha gyertyát gyújtunk, akkor az asztalon ne legyen a környezetbe terítő egyéb olyan könnyen éghető anyag, ami hamar meggyullad, tehát a konyhában is ugye sütünk, főzünk, és hát ugye beszéltünk már az előbb egy pár mondatban az elektromos berendezésekről, mint a konyhában az elektromos sütők, hasonlók, de hát ugye az olajat melegíteni kell, hogyha abban sütünk, és hát az olajnak a gyulladási hőmérséklete nincs olyan messze attól, például amikor a hús meg tud benne sülni, úgyhogy nagyon hamar ezek a konyhai zsiradakok lángra tudnak robbanni, és hát hogy azért abból szokott baj lenni. Most, hogy említetted ezt a konyhai balesetet, meg hát bármelyikről is legyen szó, mi az, amit egyébként mi magunk tudunk tenni akkor, amikor megvan a baj, mondjuk, ha még kicsi a baj feltehetőleg, azon igen. Kívül, hogy hívjuk a 112-es segélyt. Valóban, és hát ugye azt szoktuk mondani, hogy minden nagy tűz kis tűzzel kezdődik, tehát azt, hogyha jó, hogyha időben észrevesszük, természetesen ugye, ha megtörténik a baj, azért úgy kellene ezt viselkednünk, hogy mi magunkat ne sodoljunk el a nagyobb bajba, tehát én azt mondom, hogy nem muszáj nekiállni tüzet oltani, ha úgy érezzük, hogy az már olyan előrehadott állapotban a tűz, hogy nem fogjuk tudni mi saját eszközeinkkel ezt legyőzni, de hát érdemes lenne beszerezni egy porraloltót a lakásba. Ugye beszéltünk már itt a televízióban is többet a tűzoltó takaroknak a létfontosságáról, le tudjuk azonnal takarni például a konyhában, a lábasban meggyulladt zsiradékot, de hát arról is nem elégszer tudunk beszélni, hogy a konyhában például, hogy meggyullad a lábasban az olaj vagy a zsiradék, akkor azt azonnal le kell takarni, vagy fedővel, egy olyan vágódeszkával, el kell venni tőle az oxigént, ezáltal megszűnik az égés, és nem szabad ugye addig levenni ezt a takarást, hiszen az még gyulladási hőmérsékleten van, és hogyha visszakapná az oxigént, akkor újra gyullad. Vízzel viszont semmiképpen nem szabad oltani, hiszen tudjuk, hogy a víz a gőz állapotában 1800 szorosára növekszik a térfogata. Belegondoltunk, hogyha egy égő lábasban lévő égő olajba csak egy pohár vizet belöntünk, egy 2 deci vizet, akkor ez 1800-szor 2 deci vízköz fog visszacsapódni ezek az égő zsiradékcseppekkel, ami nekünk is nagyon súlyos sérüléseket, és hát a konyhabútort is meg tudja gyújtani a környezetében nagyon sok mindent. Ami nagyon fontos, hogy nézzük át a lakásba azt, hogy ezeknek a veszélyforrások környezetében ne legyenek éghető anyagok, papírok, terítők, és ezeket vigyük távolabb, hogy minél inkább csökkentsük azt, hogy a tűz terjedhessen. A téli időszakban a szénmonoxid is egy fontos probléma, és hát nem győzitek sokszor hangsúlyozni, hogy a szénmonoxid érzékelőt és a füstérzékelőt is jó, ha beszerezzük. Így van, ezek néhány ezer forintos beruházások, a füstérzékelő az tényleg 2-3 ezer forintért kapható, a szénmonoxid érzékelő az már egy kicsit drágább történet, körülbelül 10 000 forintért kaphatók azok a megfelelő rendszerűen működő jelző berendezések, amik megvédenek minket. Nagyon fontos, hogy a katasztrófa az országos honlapján van egy lista, amin fenn vannak a minden
évben a bevizsgált szénmonoxid érzékelők, és fenn vannak azok a listák, amik nem feleltek meg a laboratóriumi vizsgálatnak. Tehát, hogyha vásárolni szeretnénk valamit, kinéztünk egy típust, akkor le tudjuk ellenőrizni, hogy az megfelele a katasztrofen laborja által mért értékeknek, vagy pedig nem. Ugye nagyon fontos, hogy ezek a berendezések már az egészségre káros érték határ alatt jelezni képesek a szénmonoxid jelenlétét. Ugye itt arról beszélünk, amikor egy nyílt égésterű kazánba, fűtőberendezésbe, vízmelegítőbe, hogy valamilyen oknál fogva nem teljes az égés, nem távozik teljesen a káros anyag a füst, úgymond a kéménybe, ennek lehet oka a kéménynek is a hibája, vagy a berendezésnek a hibája, és a levegőben ez a szénmonoxid ugye általában könnyebb a levegőnél, és nagyjából a szoba felső légterében kezd el felhalmozódni, majd folyamatosan szorítja ki az oxigént, és ezért szokott lenni, hogy általában ezeket a szénmonoxid érzékeket fejmagasságba kell felszerelni, hiszen akkor ott tudja érzékelni azt az egészségre még nem káros értéket, de már jelezni tud nekünk azt, hogy itt valami probléma lesz. Veletek a Fehérvári Tűzoltó Egyesülettel többször szoktunk híradásainkban találkozni olyan formában is, hogy bemutatókat szoktatok tartani ugye különböző városrészekben. Azzal kapcsolatban például, hogy mondjuk, amit az előbb említettünk, hogyha ott hagyjuk az olajat a lángon, vagy beszoktátok mutatni a katasztrófavédelmi igazgatósággal együtt, hogy mennyire gyorsan tud kiégni mondjuk egy lakás. Most ugye ebben a járványhelyzetben erre nincs lehetőség, mégis hogyan próbáljátok meg a megelőzésre felhívni a figyelmet, milyen más formákban? Igen, rákényszerít minket az időszak arra, hogy próbáljuk az online lehetőséget kihasználni, ugye vannak azért videófelvételeink, fényképfelvételeink és olyan írásos anyagokat készítünk, ami közérthető minden korosztálynak befogadható, hiszen azt gondolom, hogy egy tüzelőoktatásra szüksége van mindenkinek, ugye Magyarországon általában ez ott szokott lenni, munkahelyen szokták kioktatni ebből a dolgozókat, de hát inkább csak aláírjuk ezeket a naplókat, aztán megyünk tovább. Én abban hiszek, hogyha megmutatjuk a valós veszélyt, nyilván nem pánikot és nem félelmet keltve, de egy egészséges veszélyérzetet fel tudunk ébreszteni az emberekbe. Ezek a bemutatók arra, hogy megmutatjuk valóban, hogy milyen, amikor felgyullad a lábasba az olaj, mi történik, amikor vízzel oltjuk, az emberek ki tudják próbálni, hogy milyen, amikor egy kisebb tüzet porralóltóval el tudnak oldani. Hát ugye ez az online világnak sajnos ez a hiány, hogy nem fognak tudni a saját tapasztalatokból táplálkozni, de hogyha legalább a látvány szinten, úgyhogy dolgozunk egy ilyen rendszeren, és amikor újra lehetőségünk lesz ilyen bemutatókat személyesen tartani, akkor ismét szeretnénk elmenni azokhoz a lakóközösségekhez, ahol be tudjuk ezeket a dolgokat mutatni. Hát én remélem, hogy mi legközelebb ilyen formában fogunk, csak a bemutatók formájában fogunk találkozni, és hát azt kívánom nektek, hogy ebben az évben is legyen kevesebb a munkátok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, az Együtt magazint látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!